everyone seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising the sound, all in the dead, telling us that Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. A Varga Balett Táncműhely összes táncosa, mintegy 300 gyermek lépett színpadra a Hagymaházban a Karácsonyi Álom című mesebalett előadáson. Varga Józseftől megtudtuk, szerettek volna a 4 évesektől a 19 évesekig mindenkinek lehetőséget adni, ezért a gyerekeket két csoportra bontották. Az alapötlet az volt, hogy nagyon szeretnénk fölvinni az óvodásokat, a kisiskolásokat a színpadra. Mert hogy általában nagy növendékek járnak országos fesztiválokra, ők kapnak nagyobb lehetőséget, és a piciket nem. És ez volt az alapötlet, és ahogy ötleteltünk a kollégáimmal, így kialakult, hogy csináljunk egy mesebalettet, és ebből született meg a Karácsonyi Álom, mint egy makói kislánynak az álma, hogyha ő felnőtt táncos lesz, akkor hogy is képzeli el magát. A táncműhely alapítója azt is megosztotta velünk, hogy rendkívül boldogan tekint vissza az idei évre, mert számos sikerben volt részük. Ha az év első részét nézzük, akkor ott voltak az országos táncfesztiválok, és első helyezésekkel jöttünk haza, elvittünk 160 növendéket Budapestre, az Erzsébet-ligeti színházban, különböző korcsoportokban, és ott tényleg nagyon-nagyon színvonalas produkciókat mutattak be, nagyon büszke voltam rájuk. Szegedi Nemzeti Színházban az évadzáron 2 teltházas előadásban minden növendékkel táncoltunk, közösen is elbúcsúztattuk az év első felét, hiszen évadban gondolkodunk, a nyári táboraink nagyon jól sikerültek, és színjátszó tábor, balerinatábor, tánckurzus, modern kurzus, ezt mind átélhettük. Varga József hozzátette, minden jel abba az irányba mutat, hogy érdemes folytatni a megkezdett munkát, így természetesen jövőre is hasonlóan nagy tervekkel és lendülettel készülnek a táncműhelyben.